Köszöntöm a Hírefem Rádió hallgatóit, a civil kört hallják. A műsorvezető Gajdi Csottó, és köszöntöm mai vendégeimet, Petrovics Kinga, Dési Zoltánt és Bot Hunort. Szervusztok! Szervusztok! Kicsit Szervusztok. gondban voltunk, hogyan kezdjük el a beszélgetésünket, mert felvételünk időpontjában zajlik az uniós csúcs, de nagy szerencsénkre a füst felszállt, mire elkezdtük a felvételt. Úgyhogy most már úgy tudom föltenni nektek a kérdést, mit szóltok ahhoz, hogy végül is Megszületett az a döntés, hogy 50 milliárd euróval támogatja az Európai Unió Ukrajnát négy éven keresztül, viszont Orbán Viktornak sikerült elérnie, hogy ezt évente felülvizsgálják majd, ezt a döntést, és megnézik két év múlva, hogy hogyan hasznosult. A politika a lehetőségek művészete és a kompromisszumok művészete, és én szerintem ezt műveli Ormán Viktor fantasztikus tehetséggel. Sikerült meghekkelni, már itt fogalmaznak az internetes lapok, meghekkelni az 50 milliárdot, mert hogyha évente kell felülvizsgálni, akkor mi lesz egy év múlva? Lehet, hogy nem is lesz egy év Ukrajna lehet, hogy egy múlva nem lesz Európai Unió, vagy de ezek az uniós politikusok biztosan nem lesznek. Azt lehet tudni, hogy iszonyatos nyomás volt, nagy zsarolás, fenyegetés, és 50 milliárdért háborúkat indítanak, embereket ölnek meg, mi az fillérekért embereket ölnek meg. Tehát én úgy gondolom, hogy az a megállapodás született a magyar fél részéről, ami, amit maximumot el lehetett érni, és most kicsit hátrébb kerülünk a nemzetközi porondról. De nagyon bízom abban, hogy miniszterelnök úr sikerrel fog járni. Én abszolút jó ötletnek tartottam az ő elképzelését, a tekintetben, hogy évente vizsgáljuk felül ennek az összegnek a, a ráfordítását, hogy valóban szükség van-e erre. Azt meg nem tudom, hogy hogy érte ezt el, de, de amikor először is hallottunk ezekről a, a, hírekről, hogy ekkora összeget szeretnénk ismét Ukrajnának adni, akkor az jutott eszembe, hogy hát ez egy lukas vödör, tehát hogy teljesen felesleges ekkora összegeket Ukrajnának kiutalni, most teljesen mindent, hogy egy összegben részletbe, és egy... Hát az picit, eddig Így van, és egy picit volt is egy ilyen skeptikus hozzáállásom, hogyha az uniós döntéshozók ilyen erőszakosan akarják átvinni az akaratukat egy ekkora összeg fölött, amit teljesen nyilvánvalóan Lukas vödör szindróma, hogy akkor mi lehet valójában a háttérben? Hogy lehet, hogy már ennek egy része le van osztva esetleg közöttük? Tehát, hogy így laikusként nyilván az emberben felmerülnek ilyen kérdések, mert hogy ennyire ostobák nem lehetnek. Na mindegy, most örüljünk ennek az eredmények szerintem, amit miniszterelnök úr elért, és hát várjuk a folytatást. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy a, a fenyegetésekből, mi fog megvalósulni. Uh -huh. Mert azért nem vagyok abban biztos, hogy nem fog valami érni ettől függetlenül minket. Igen, abban lehet igazad, hogy talán tönkre nem tesznek bennünket, mint ahogy ígérték, de abban sem hiszek, hogy elkezdenek ömleni az eddig visszatartott forrás. Ez így van. De majd meglátjuk. No. Hát én is örülök annak, hogy, hogy ez sikerült a miniszterelnök úrnak keresztül verni az akaratát, de másik oldalon meg van egy rossz érzés sem amiatt, mivel egyedül mentünk 26 tagállammal szemben, tehát hogy még a, a olaszok, a melónise is állt mellénk ebbe a dologban. És a másik, meg hát ez a, az a zsarolás, ami, ami a, megelőzte az egész EU-s csúcsot, tehát ez a, tényleg a maffia filmeket reemlékeztetett. -re Szó sincs már itt egyenlő Áramok, ö, szövetségéről, itt most már diktátumok vannak, és a maffia főnök, amit mond, azt végre kell hajtani, Igen. vagy pedig ugye meg, meg volt írva a forgatókönyv a Financial Times-ban, kiszivárgott, rogtatták szándékosan, hogy hogy hogyan próbálnak meg gazdaságilag teljesen tönkretenni minket. Szóval azért nagyon ne nyugodjunk meg, szerintem. Tehát, hogy biztos, hogy ez, ez lesz az intézési mód az elkövetkezendő pár hónapban, ami még van ebből a ciklusból, és bízunk abban, hogy végre jöhet egy új vezetés az EU-nak, ami, ami talán már egy kicsit jobban visszatér az alapító atyák elképzeléseihez, és a, tényleg a, az államok is beleszólhatnak abba, hogy mi fog történni az életükkel. Nagyon őket. fontos, amit a Hunor mond, mert az egészet kontextusba helyezve, hogy az ma divatos, t -t láttunk el, hogy azért te is úgy fogalmaztál, Zoli, hogy ez a garnitúra, amelyik most zsarol, erőszakkal kikényszerít bizonyos döntéseket, fél év lehet, hogy sehol nincs. És akkor honnan fognak titkos pénzeket kapni? Kik lesznek azok, akik, akik egy, egy bukott politikust megvesztegetnek? Már senki. Tehát nekik most kell megtömni a zsebüket, sőt, most kell bizonyítani a, a deep state felé, hogy ők esetleg más állásokra is méltók, vagy más beosztásokra. Ugye láttunk már ilyet a bukott politikusok, EU-s politikusok ide-oda mennek. Igen, kár. Igen. Európai tehát gyakorlatilag mindenkit vagy megvettek, vagy megfizettek. Én ezt tapasztalom, és már nem, már nem tudom azt mondani, hogy, hogy, hogy csak néhányat, sokkal rosszabb a helyzet. Ugyanakkor mi időt nyerzünk, és ez nagyon fontos nekünk: az Európai Uniós választásokig és az önkormányzati választások egy picit, egy kicsit nyugalmat kell ebben az országban lelnünk, ahhoz, hogy az sikerrel verse a nemzeti oldal. Tehát én mindenféleképpen most már örülök ennek a döntésnek konzultáció ide vagy oda, amikor valakinek oda kell menni tárgyalni, 25 en vannak ellene, akik, akik, akik egyszerűen agyonnyomják, de mégis ki tudta azt hozni, hogy ellenőrzik ezt a pénzt, ez szerintem siker. Azt uh, hogyan látod, Kinga, hogy azok, mert hogy te hoztad föl, meg veled kapcsolatban jutott nekem is eszembe, uh, voltak még ilyen függőben lévő dolgaik, hogy például az Erasmus program uh, amivel senk, nem Orbán Viktorral, nem a kormánya, kifejezetten a magyar egyetemistákkal, illetve kutató tanáraikkal csesztek ki, hogy abban vajon sikerült-e előrelépni, mert hogy az is volt, hogy Orbán Viktor talán megfogalmaz azt, hogy a támogatása fejében hagyjanak már bennünket békén. Hát nem tudom, hogy annyira friss a, a most ez a, ennek a sikernek a, a híre, hogy ezt nem tudom, én csak remélni. Tudom, ettől függetlenül, az Erasmus-tól függetlenül most hallottam, hogy valami nagyon nagy nemzetközi ilyen csereprogramot indít a kormány, úgyhogy gondolom, Igen. hogy ennek. Hát csak saját forrás. Így van, hát saját valami. Azt egyébként hogy tudjátok, hogy a pedagógus béremelés is saját nemzeti forrásból történt, meg az Európai Unió még nem utalt. And my fog. My fog. <laughs> Bízzunk benne. Unor, te hogy látod, meddig lehet ezzel a bagázsjal elmenni kompromisszumba? Szóval én, én, nagyon borulátó vagyok ebben a tekintetben, és én is azt mondom, hogy próbáljuk meg kihúzni már ezt az elmúlt, elkövetkezendő hat hónapot, és azért is egyébként, mert ugye itt felmerült a Deep State meg, hogy mennyire saját maguk döntéseinek a birtokában vannak ezek az emberek, ezek, ezek egyáltalán nincsenek szerintem. Tehát elég megnézni azt, hogy, hogy hány olyan az amerikai baloldalhoz köthető szervezet van, akik a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az érdekeiket a Brüsszelben keresztül verjék. Vagy azt azt is érdemes megnézni egyébként, hogy hány olyan találkozót, hivatalos találkozót folytatott le ez a bizottság, tehát az EU-nak a kormánya ezekkel az emberekkel, ezekkel az álcivilekkel, ezekkel az amerikai baloldalnak az embereivel. Tehát jól látszik az, hogy ott jön az Ukáz, tehát a lehető a legkisebb szintig, a kabinet tagokig ö, lemenően végigmegy a, a, a deep state az akarata. Tehát hogy szerint, én nem vagyok egyáltalán derülátó e tekintetben, szerintem ki kell húzni és valahogy egy, el kell érni azt a. a szuverenista erőknek Európában, hogy, hogy, nagyobb befolyásuk legyen a következő Európai Bizottságra és Európai Parlamentre. A State a Temlegetsz, Bogár László nemzetközi magánpénzbirodalomnak hívja, és ö, magyar emberek számára leginkább kézzelfoghatóan a soros hálózata az, amelyiket megjelenik nálunk. Ez csak azért fontos, hogy nem, nem az amerikaiakkal van a bajunk, nem az amerikai nemzetállammal az, van a bajunk. Ők nem is tudnak semmit erről az egészről, ők el vannak a műtletvényeken, el vannak Texasban vagy aztán fogalmuk nincs a külpolitikáról. Világos. Mm, Jó, folytassuk azzal, hogy Orbán Viktor, amikor kiment erre a csúcsra előző este, nem tudta megállni, nem is akarta, hogy ne menjen oda a Brüsszel utcáit is ellepő, gazdákhoz, akik traktoraikkal ott demonstráltak és követelték, hogy ne tegye tönkre se az Unió, se a brüsszeli kormány, mármint a belga kormány, a Európa mezőgazdaságát. És Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy nagyon nagy demokrácia deficit, hogy őket nem hallgatja meg Európában senki. Mi ezt Köszönöm. tudjuk, hogy hogyan működik az Európai Unió, meg Brüsszel, hogy a, a választópolgár nem lényeges, a, 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 helyi gazda nem érdekes, ezt sajnos mi tudjuk. Ők most eszméltek föl. Hála Istennek, például a franciák, az egy kicsit agilisebb, amikor nagyon agilisebb náció, kicsit fölpiszkálják őket, lesz ebből még egyéb is, láttam rettenetes képeket a, a traktorokkal, vagy, vagy, amikor bevittek egy megkibe, egy mcdonalds bevitek bevittek egy hatalmas adag trágyát. Tehát szóval azért ezek már komoly dolgok, bűncselekmény, gyanús dolgok, úgyhogy de ők nem, ér, nem izgatják Hát az ők. életükről van életükről. Életükről. szó. Tehát nekik nincs hova hátrálni. Tehát, tehát ezért mondom, hogy ez biztos, hogy fog kihozni valamilyen eredményt, de nincs hova menni. Tehát ha hazamegy, csődbe megy vagy ott marad. És nagyon nagy dolog, hogy a, a miniszterelnökünk oda ment a este Még a miniszterelnökök tanácskoztak, és aggódtak, hogy hogyan fog dönteni Ormán Viktor. Igen. Ez is egy különleges kuriózum, és csak utána tanácskozott Macronnak, meg az olasz miniszterelnök azt mondja, hogy, hogy, hogy aggódtak, most mi lesz, kimegy Viktor, azt mondja, hogy tankok, vagy traktorok, gyertek be a parlamentbe, tolassatok be, mit mond? Igen, igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy a belga, mezőgazdasági minisztert is elzavarták a traktorosok a frázba, össze-vissza hadobált. Úgyhogy nem lehet, nem lehet már vetíteni ezeknek az embereknek. Ők rájöttek, a saját bőrükön megérezték, hogy itt valami olyan átalakítása készül Európa társadalmainak, aminek ők lesznek az első igazán nagy vesztesei. Aztán persze mindenki, mert ha megborítják az élelmiszerbiztonságot Európában, annak mindannyian kárát valljuk. Hát így van, én remélem, hogy sikerrel járnak a, a lázadozó gazdák, akik kivonulnak most már egyre több országban a, az utcákra, hiszen nagyon sok múlik rajtuk egyébként pont. Azt olvastam, hogy Macron volt, aki von der leyen neki üzent, hogy, a, hogy legalább ezt a dél-amerikai egyességet, most a dél-amerikai országokkal ne kössenek mezőgazdasági egyességet, mert hogy aztán akkor teljesen tönkre mennek a francia gazdák. Én bízom abba, hmm. hogy meg fogják hallgatni őket. Kinga említi a Dél-Amerikát, na, de hát itt van nem is olyan messze az az Ukrajna, aminek jól tudjuk, hogy 100 ezer hektárjait vásárolták föl ennek a nemzetközi magánpénzbirodalomnak a nagy mezőgazdasági cégei, és gyakorlatilag az egész közép-európai térség szenved attól, hogy elárasztják a ki tudja milyen minőségű, milyen eredetű, hogy gémmanipulált Ukrajnában termelt mezőgazdasági termékek, de már a nyugatiak is szenvednek attól, hogy, hogy lenyomja ez az áradat, az árakat, és, és, így ez is tönkreteszi a, a gazdákat. Szóval, hogy normális Európa, hogy nem követeli meg sem a dél-amerikaiaktól, sem az ukrajnai Ukrajnában termelőktől, ugyanazokat az egyébként elképesztő drága ö, eljárásokat és szabályok betartását, mint amit a saját gazdáitól, és ezzel tönkreteszi őket. Miért csinálják ezt? Hát, amit az elején is elhangzott, pénzért. megvett emberek, akiknek ugye az a célja, hogy keresztül vigyék azoknak az akaratát, azoknak a globalista nagytőkéseknek, akik ugye tagadták egy csomó ideig, hogy ugye nem, ők vásárolták meg az magánszemélyek tulajdonában van az Igen, Nem vásárolni zsebszerződésekkel. Igen, zsebszerződésekkel megszerezték a, az értékes... meghozott egy törvényt, hogy már most lehet. Igen, és, ugye meg is szerezték, és, és nyilván nem az európai emberek érdekét képviselik ezek a, ezek a vezetők, hanem nyilván, a, amit már az előbb is beszéltünk, ugyanez, ezeknek a globalistáknak az érdekeit, akik így akarnak benyomulni és elárasztani az európai piacot. Azt meg, hogy mi lesz a a, a, a kelet-európai, vagy pedig a most már a nyugat-európai gazdákkal is, és ö, 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 mi milyen minőségű élelmiszerhez fogunk hozzájutni, az őket nem érdekli. A lényeg az, hogy profit legyen belőle, és ez a pénz ez nem itt fog landolni, hanem a a tengeren túlon ezeknél a globalista vagy és baloldali, amerikai baloldali embereknél. Erőt eszembe, Kinga, te ennél ö, grillezett sáskát liszt kukac pürével? Nem. Én Mi a értene? pacat hát... nagyon szeretem, de rovarokat nem szeretem. Európai Unió ajánlásával csak-csak szerintem el kellene próbálni. Az a helyzet, hogy én is olyan vagyok, hogy mindent megkóstolnék egyszer, de hogy én velem műhúst etessenek. Amiről ráadásul kiderül, hogy a technológia az olyan, hogy mégiscsak kell hozzá eredeti szarvasmarha, hogy csirke combot lehessen géppel laboratóriumban előállítani. Szóval elmennek ezek oda, hova én gondolom. És akkor kiáll ez a csekatalin és elkezd harsogni, hogy mi bajunk van nekünk a műhúst. Zali, mi bajunk van nekünk hát, a műhússal? Nekünk igazából nem is a műhússal van bajunk, hanem azzal a sok elmebeteg fantasztával, társadalommérnökkel, akik ezeket ránk akarják kényszeríteni, oktrojálni, míg mi nekünk megvan az a természetes reflexünk, mert itt Kelet-Európában, Közép-Európában azért mi azért el voltunk egy kicsit nyomva a szo szovjet megszállás alatt, nyugodtan lehet mondani, a szocializmusban, a nyugat-európai polgárok elkényelmesedtek, elbambáskodták az egész 40-50 évet a nagy jólétükben, ők ezekre nem rezonálnak úgy, mint mi. Nekünk egy disznótoros azért sokat mond, ugye egy kis kupica pálinka, vagy vagy az összes olyan termék, amit egyébként az Európai Unió el akarna venni az asztalunktól. Nekünk ez sokkal fontosabb. Nyugat-Európában a sok elmebetegség, ezt, hát igen, Hát nincs akkora tiltakozás. Majd akkor lesz, amikor ezek a gazdák végképp tönkre mennek, és nem jut más a boltokba. Bár azt hiszem, addig összeomlik ez a brüsszeli borzasztó maffia. Még egy utolsó dolog, hogy a hogy itt az amerikaiak az 50 milliárd, az is Amerikába fog menni. Az, amit. Hát el nappal. Minden Ukrajnának szánt centből 90 az megy az amerikai vállalkozókhoz. És az amerikai adóivatalba utána nyilván. Szóval egyszerűen elképesztő ez az egész, és, és valóban igaza van Hunornak, hogy amikor ennyire fölfoghatatlan módon gondolkodik és cselekszik valaki, aki pozícióban, döntési helyzetben van, akkor ott feltételezni kell, hogy nem, nem megőrült, hanem nagyobb a baj, hogy megmentik. Így van. És én azt, azt látom, hogy már nagyon nem is ágál ez ellen az európai elit, hiszen Eva Kaili kiénekelte magát luxusbörtönéből, és vígan szavazgat a mi jogállamiságunk problémáiról. <laughs> Igen. Egy, 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 földrészt könnyen meg lehet hódítani néhány ezer korrupt vagy megvett politikustól vagy bürokratával. Egy egész földrészt kapott a Deep State az Európai Európa Unió személyében. Tehát, tehát ennyi történt. Még egy dolog, hogy pontosan ö, lehet látni, hogy reagáltak a brüsszeliták, Éva Kallinak a a dolgaira. Tehát ők nem voltak úgy fölháborodva erkölcsileg. De hosszú távon nem lehet megerőszakolni egy egész kontinenst, hosszú távon előbb-utóbb lerázza, lerázza amíg, amíg vannak választások, addig lehet bízni benne. Akkor júniusban. Hát ugye, erről is szólnak ezek a gazdatüntetések, tehát mint két tényleg kezdene ébredezni Nyugat-Európa is a Csipke álomból, és most már kezdenék észrevenni azt, hogy ugye, hogy mit csinálnak a fejük felette ezek az európai uniós vezetők. Hát bízunk ebben, mert egyébként semmi másról nem szólnak ezek az őrültségek, akár amit a genderrel művelnek, akár ezekkel az agyszüleményekkel, hogy ilyen 3 d nyomtatóval nyomtatott húst súsra letetnék az európai ezek mind arról szólnak, hogy valamilyen valakinek az érdekét akarják keresztül verni európaiak százmillióin. Tehát, hogy, és ez nyilván azért ezt nem lehet a végtelenség csinálni, legalábbis bízunk benne. És ahogy te is mondtad, itt kellett Közép-Európában nagyon még frissek azok az élmények, amikor ugye erőszakkal akarták nekünk megmondani azt, hogy hogyan éljünk, és meg is mondták, és a disznót vágták, akkor elvittek a börtönbe, tehát hogy azért azért kezd kicsit a Brüsszel hasonlítani már Moszkvára. A Paláverben hívta fel egy betelefonáló a figyelmemet arra, hogy az biztonság, azért nagyon-nagyon fontos kérdés, mert amennyiben ezt megszüntetik a tagállamokban, és minden tagállam kénytelen lesz Európai Unión kívüli országból élelmiszer vagy élelmiszer alapanyagot vásárolni, akkor rendkívüli módon kiszolgáltatottá válik, hiszen a legsúlyosabb társadalmi válságot az okozza, ha az embereknek nincs mit enni. Már pedig bármikor a külföldről hozott alapanyag elakadhat valahol. Most látjuk a Vörös-tengeri konfliktusban, hogy ha nem jön a hajó, akkor egész iparágak állnak le hirtelen. Szóval, hogy ez ennél messzebbre mutató probléma, mint egyszerűen az, hogy mi van a gazdákkal. érti -e ezt vajon az Európa társadalmai értike? Szerintem nem érzik. Tehát ők, 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 még mindig el még mindig, bár rogyadozik, de még mindig el vannak a maguk jólétéből, amit úgy, gondolnak, hogy örökké tart, miközben nem volt arra a biztosítás. Magyarország, amely a lakossainál sokkal több milliót tudna eltartani élelmiszergazdaságába, ha ezt a pozícióját elvesztené Magyarország, valóban, ahogy mondta a doktor, teljesen ki lennék szolgáltatva. Az Európai Unió nem a magyar gazdák érdekében politizál, ugye annyi szó kell nekik szerencsétleneknek permetezni ami, ami, ami egyszer elképzelhetetlen, nem kéne talán Mi ennyire. De... a hatóanyagot a Így van. Így van. <laughs> hogy, hogy, hogy létkérdés nekünk, hogy a magyar mezőgazdaság megmaradjon, mert az a, az a jólétünknek a biztosítéka. Igen. Az élelmiszer biztonság felrugásával kapcsolatban nekem nem is elsősorban az jutott eszembe, amit az előbb említettél, hanem az egészséges élelmiszerhez való hozzájutás. Tehát most természetesnek tekintjük, hogy részben egészben egészséges élelmiszerekhez juthatunk hozzá, de hogyha ez megszűnik, akkor, akkor ez egy veszélyeztetési faktor, Olyan. vagy egy veszélyeségi faktor, és ezért nem is értettem azt sem, vagyis hát nyilván a, a momentumnak mindig vannak ilyen hátsó érdekeltségei, de hogy ez a műhús téma mellett is, hogy hogy állhatnak ki, ez még ránézésre se sem az egészséges életmód, egészséges táplálkozás felé előremutató történet. Hát semmilyen tapasztalat arról, hogy mit okoz az erdő. Így van. Semmilyen. Ö hatástanulmány nem készülhetett. Hát persze. És már, már őket ették velünk. De egyébként teljesen jogos, amit felvetettél, hiszen most olyan, olyan belülről fakadó nagy-nagy bizalom van bennünk, hogyha bevegyünk a boltba, vagy kimegyünk a piacra, amit ott kapunk, attól nem lesz semmi bajunk. Innen kezdve, ha ez bekövetkezik, amitől mi most tartunk, se, hát, hogy? Hogy higgyem el? hogy azt megehetem, amit elém tolnak. És ugye Brüsszelben ugye most ez a, GMO mentességnek a megszüntetése, vagy gyengítése is ugye, ha jól tudom, napi renden van. Olyan. Tehát, hogy, hogy ez, ez, nagyon is közel van az, hogy ilyen műanyaggal akarnak minket igen, betetni, igen. és ugye, ahogy te is mondtad, semmi, semmilyen tapasztalat nincs arról, hogy ez mondjuk 20 év múlva mit fog, mi, mi, hogyan fog változni, vagy hogyan fogjuk befolyásolni a szervezetünket és közben, miközben ilyen műanyagokat te állítanának elő, ki tudja kiknek az érdekében, közben meg tönkretennének sok millió európai gazdát, aki Én viszont előállítaná egy az egy európai, A, az egészséges élelmiszer. Nagyon, fontos dolgot juttattál most ezzel eszembe. Múltkor hallottam egy hozzáértő tudóst, aki elmondta, hogy a gémanipuláció val kapcsolatban mindig csak a terméshozam növekedést említik, meg azt, hogy kevesebb vegyszer kell. Azt elfelejtik hozzátenni, hogy a gémanipuláció egyik legnagyobb vívmánya, hogy a kukoricában például olyan vegyszert állít elő a gémanipuláció hatására önmagában a kukorica növény, mint amit betiltottak, hogy nem lehet vele perbetezni azért áll ellen a, a rovarkátevőknek, mert hogy magában tudják most már elő. Szóval el, komolyan mondom, mint egy, mint egy rossz hollywoodi film, ami ilyen katasztrófa történetek szó, szóval, és itt látjuk, nap mint nap tapasztaljuk, hogy azok, akiket odaküldtünk, hogy a, a sorsunkról döntsenek, azok, mint hogyha te, teljesen meghűltek volna. Igen, hollywoodi forgatókönyvet mondtál, és ez, ez ez akár valós is lehet. Ha tönkre mennek a gazdák, és nem, nem, nem érim majd megtermelni kabonát, akkor a föld ugye értéktelenné válik. Kik fogják megvenni akkor ezeket a földeket az egész Európai Unióban. Itt bizony, itt, itt, van a, itt is el bizony, van a kutyásva. Azon kívül teljesen függők lennénk, hogy amit kapunk, azt tesszük szó szerint, amit amit kapunk. Én, én nekem meg azzal van nagyon teli a hócipőm, hogy amióta az Európai Unió, de különösen az elmúlt 10-12 évben, ha benne vagyunk, vagy a 20 éve ez már, de mégis 10-12 évvel ezelőtt indult el ez, hogy el az, hogy. Állandóan minden napra jön egy újabb szabály. Így, úgy, amúgy minden napra folyamatosan az ember csak kapkodja a fejét, hogy nekünk állandóan ehhez kell alkalmazkodni, igen, ez a jogszabály. Igen. Csupa életelenes és természetes hülyeség az uborka görbülettől kezdve, ugy, 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 Hát úgy. miért kell ezt? Jók nem mehet kedvencbe tovább. Igen, igen. Néva, nem. Élő, élő, az ember a metron utazhat 45 fokba, de ugyan, na, na. Szóval ez a sok hülyeség, aki, ez, ez, ez engem zavar, nem tudom, titeket nem zavar? De természetesen igen, meg engem személy szerint az is zavar, hogy tele vagyunk külföldi üzletláncokkal, és amikor bemegyek, akkor a spanyol fokhagyma előbb megtalálható a polcokon, mint a magyar. Tehát, hogy így Magyar, nem, bagyart, tőle, nem Például, De igen. még mindig te... jobb, mintha egy műanyag fokhagyma lenne ott, és... Igen. Hát végül ha, is, nem is lenne, mert a műhús eleme fog Igen, így igen. lenne például. Ha már üzletláncról, ha tegyek egy kis kitérőt, mert a témától nem, nem kalandozom el. Volt ez a plázatörvény, először 300 négyzetméter, az lett 400. A 300 után olyan nyomás gyakoroltak a nyugat a Brüsszelből hogy lett 400. Oké. Okay. Most a multik megtalálták a részt a plázatörvényen. Nagy veszély fenyegeti a magyar, a magyar kiskereskedelmet, ugyanis több mint 500 telephelyet vásároltak meg, olyan telephelyeket, ahol korábban volt bármilyen, épít, bármilyen kereskedelmi engedély, és ott már nyithatnak nagy multit, és ez a nagy plázát, és ez, a, ez az 500 telepej, ha megnyílik, akkor gyakorlatilag a külföldiek kezében lesz a magyar élelmiszer kiskereskedelmnek a 90 a hmm. Na úgyhogy ez a veszély fenyeget, én már jeleztem, és most erről egy anyagot is készítek, hogy, 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 hogy itt valamit tenni kell, Valami mert csinálni. ez egy kapu. És akkor ők, ter ő, hogy mit teszel, ők szabják meg, egyébként én azt azt mondom, hogy csupa vackot árulnak, de de nagyon profi módon van a marketing. Persze egy háziasszony jobban tud erről nyilatkozni, mint, mint én, aki csak fogyasztó vagyok. Bilang. No, hajrá gazdák! ezzel lezárhatjuk ezt a témát, és térjünk át egy másikra. Mindig megfogalmazódik, látva a magyarországi szedetvetett ellenzéket az emberben, az, hogy milyen jó lenne egy valóban konstruktív, egy nemzeti minimumban megegyezésre kész baloldali ellenzékünk lenne. Ehelyett mi kaptuk azt, amit kaptunk. A szociáldemokráciát például egy olyan szupermilliárdos képviseli, akinek most szűkös lett morális értelemben a szemlőhegyi apró villa, és átteszi székhelyét Budapest legdrágább helyszínére egy, egy, akkora hodájba, hogy, hogy én nem is tudom, hogy meg fogják ott találni egymást klárikát. Lehet, nem is akarják. Na. szóval, hogy ti mit szóltok? Tudsz valamit. Igazából hát van, látszik, hogy van, mit a tejbe aprítani, fizessenek a milliárdosok. Ugye van egy kis ellentmondás, ugye néhány hónappal ezelőtt ez volt még a program, amit hogy bejelentett, hogy, hogy akinek sok pénze van, az fizessen, és hát na, lám, neki, neki van bőven. De hát honnan van ez a rengeteg pénz? Ugye vissza kell menni egy kicsit az időbe, és egyébként azt hiszem, hogy 700 millió forintot kellett letenniük, hogy elinduljon a foglaló. Igen. Igen. És. És erről 700 millióról az jutott eszembe, hogy ugye pont ennyi pénzt kapott annak idején gyúcsány cége, az Altus, hogy megszerezze ugye a magyar alumíniumiparnak az égkövét, a, a Moson Magyaronvári amihez kemény 5 millió forint önrészt kellett hozzátennie, és véletlenül a hitelt attól a banktól kapta, aminek a vezérigazgatója apró piroska volt a a jövendőbeli anyósa. Tehát, hogy na hát így kell így, kell, így, nősülni, kellett, így, kell így nősülni, így kell nősülni, így így kell és így kell meggazdagodni, Igen. és utána oktatni másokat, hogy hát fizessenek és a És tegyük azt is hozzá, hogy ezt a hitelt tudtoma nem is kellett visszafizetni. Akkoriban Persze. ezek voltak a hitelek, ugye úgy Persze. hívták, hogy, hogy elhitel, e e e nem, esetre én úgy tudom, hogy ezt nem, nem, nem is fizette ki, aztán tegyük azt is hozzá, hogy ugyanez a Timföld gyárpont Gyurcsány alatt kedvezményes áramot kapott. Tehát igen. sokkal kedlemesebben Miköz, tudott. Miközben, hát egyébként... miközben százezrek nem tudták kifizetni a rezsiszámláikat. Csak annyi még ehhez, hogy egyébként könnyedén visszafizetették, mert az ilyen évente több tízmilliárdos bevételt tett szert, Éjjjön. és ugye a különböző alvállalkozások, amiket még hozzá csatoltak, szóval na hát... Mondjátok még, mondjátok, mert nekem van egy olyan érzésem, hogy a Krúbi koncerten mocskos fidesező fiatal ezt nem ismeri ezeket a történeteket. Hát én annyira nem szeretek azzal foglalkozni, hogy kinek mennyi pénze van és milyen értékű ingatlanokat vásárol így alapvetően, mert azért úgy eleve nem nehéz megugrani, hogy volt káder gyerek ugye Dobrev Klára. egyrészt, másrészt azért Magyarországon azt látjuk, hogy most már szépen gyarapodnak a tehetős emberek is, tehát hogy a gazdasági növekedés Na, ugye megfigyelhető Nekem az, aki megdolgozik érte. Persze, így van, de hogy azt hiszem, olyan két évvel ezelőtt nyilatkozta gyúcsány Ferenc azt, hogy ők árulják, hogy árulni fogják az apró villát, mert ő túl nagynak találta, mert ugye hárman maradtak, a, a fia, Tényleg. Klára és ő. Azt mondta, mm. hogy túl nagy. Mert túl nagy, így van, és ehhez képest ugye most jött ez a hír, hogy vettek egy még nagyobbat. Hát, egy még sokkal szer... nagyobb. Hát így van. Tényleg. És ezért, ezért így egy kicsit ilyen furcsa, mert ugye most a hírek arról szólnak, hogy arra sem kényszerültek, hogy eladják a az, az apró villát, nem, nem kellett beforgatniuk az új ingatlanba ezt az összeget, de ha már ők ilyen ö, magas szinten, színvonalon élnek, akkor talán ideje lenne ezt az apró villát visszaszolgáltatni, vagyis ugye, ha, ha jól tudom, akkor már nincsenek fel a, a, a leszármazottak, talán már nem élnek, vagy esetleg felajánlani valamelyik zsidó hitközségnek. Vagy az Ide, államnak. Vagy az, az állam adja tovább olyan hasznosítást. Hát lehet, hogy egyébként pont ettől a múltól, mocskos múltól akarnak szabadulni. Te tehát így hogy... tudnának esetleg szabadulni. Igen, Igen, de. Így, így tudnának. Úgy, ha eladják, úgy vagy ha megtartják, nem. úgy nem. Ebben neked van igaz. Ez egy nemes gondolat. Remélem, hogy Gyurcsán Ferenc is hallgatja ezt a műsort. Vagy küldjünk neki egy linket. Igen. Hogy, hogy, hogy fontolja meg. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy az utolsó, a villa utolsó lakója, a Sebastian család egyik leszármazottja, aki ott gyerekeskedett, talán ismeritek ezt a történetet, Igen. Visszament, de mondja, Visszament a villába, beszeretett volna menni hogy itt nőtt föl, itt gyerekeskedett a 40-es évek második felébe, és hát el, elhajtották, el, el, elhajtották. Van erre egy, egy hasonló történetem, ez a Sebes mozgalmi család, Sebes család Székesfehérvári villájával kapcsolatos. Érdekes, mert ugyanez történt, hogy azt Bárdi Magdáéktól vették el, és a Sebes pár titkára eljutás be, és a sebes leszármazott szeretett volna bemenni a házukba, meg megnézni, hogy bútoraik megvannak, és azt a választ kapta az ajtóban, hogy a fasizták ötvadban kifosztották gyakorlatilag ezt, és, és természetesen maradtak a villába. Itt még egy utolsó konklúzió, hogy valóban az lenne egy nagyon nagy pozitív gesztus a Gyurcsány Ferenc részéről, vagy nem tudom, épp ki a villa, mert lehet, hogy Kft. vagy vagy akárki, hát, nem tudjuk. Persze. Ha ezt felajánlaná, ezt az ötletet kéne tényleg kéne egy kicsit proponálni. De egyébként politikailag biztos, hogy, hogy érezhetik, hogy gond van vele, mert ez a apák és fiúzás az, az, csak részünkről tiltott és, és borzalmas cselekedet. Ők bármikor tehetik ezt velünk, de hát nyilván az, az nem, nem jön jól ki, hogy a már a, a szövetségeseik is ö, ö, olyan múltbéli dolgokat emlegetnek, ami alapján a gyurcsányjal való szövetkezés büdös. Gondolok itt a Momentumra, akik ö, ilyen szájkaratéval szóban nagyon ö, hőbörögnek a Gyurcsányik ellen. Aztán a sutyonban, a háttérben persze azért szövetségeket kötnek, de minden esetre ö, a magyar társadalomban még mindig nagyon sokan élnek, akik a legnagyobb gyalázatnak azt tartják, hogy még mindig az ország vezetésére törekednek abból az apró villából, Gyurcsányék, amelyikben az apró <laughs> kis előtag az azért eléggé rossz emlékeket kell sokakban. Hát ez az, hogy ugye nem volt lusztrációs törvény, nem született meg a rendszerváltás után. Többek között ugye ebben részt vett a, az akkori politikai elit, nem csak a baloldal. És nekik meg nincs semmiféle önkontrolljuk, valami, mondjuk úgy jó érzésük. Tehát ilyenkor illet volna visszavonulni, és nem politikai babírokra törni, illet volna, ha már akkor a rendszerváltás megtörtént, akkor azt mondja, csinálja más. Tehát ez nincs meg bennük, úgyhogy ez egy jelen probléma. Hát és egyébként félelmetes pont az, hogy mondjuk a Donát család, vagy, vagy az apró család, hogy, hogy itt nem hogy azon, hogy gondolkoznának, hogy hogyan kellene jóvá tenni azt, amit a, ha a nagypapa ilyen csúnya dolgokat csinált, hogy ugye ha beívta az orosz tankokat, és az emberek közé lövetett, és ezért kapta ezt a villát, akkor, akkor lehet, hogy ez méltó lenne, ezzel nem is gondolkoznak, hanem csak, és kizárólag a hatalom megszerzése a cél. És ugye Donát is hiába beszél, mert hasonló felmenőkkel bír, tehát, igen, hogy, igen. Tehát, hogy, és ott se látjuk és, azt és a, a nagy... És alá, hogy nem az a baj velük, hogy mit csinált a papa, nem. meg a papa, a baj az velük, hogy ők ugyanazt csinálják. <laughs> pontosan, pontosan. Ugye? <laughs> hát igen, szóval követik az elődöket. Egyébként a lakásról, illetve a villalakásról, mert azért fogalmazunk így, bérleti, ők bérlőként, az apró család bérlőként kapta meg ezt a a villalakást, amely véletlenül egy pont egy villa, majd ők megverték, mert lakott, ugye ez mindenkire vonatkozott, Aha, tehát konkrétan a klubrádióban így, így mosogatták ezt a történetet, hát megvették azt, amiben laktak, Ilyen, mindenki így. megvette. Na de hát ez micsoda egy, 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 ingatlan. És ugye mit kapott helyette az eredeti tulajdonos? Kapott egy, egy konyhás lakást a, a, Szent István körúton, hogyha jól emlékszem. ez volt a... igen, meg a... milyen áron alul, tehát hogy a, azt hiszem 95-be jutottak ö, hát hozzá, 9 yeah, okay. millió forintért 10%-át kellett befizetniük, és kaptak egy részletfizetési mm. konstrukciót. Tehát, hogy így... Igen, igaz, az a fillérekérde, szerintem ők rosszul alszanak, ahogy erről beszéltünk, rosszul alszanak ebben a világban, rossz az üzenete, mindenki tudja, hogy hol van. Ugye, ha elköltözik egy szuper lakóparkban, akkor, akkor akkor melyik lakás lehet az övéki a földi halandó fölmehet-e, Igen, oda. Igen, igen, biztonsági őrzése. Tehát látok egy, egy ilyen cserét is ebbe a, uh -huh. ebben az üzletben. Még egy dolog, ugye, ez apró, apró piroskál a háttérben, azért ezt mindig el kell mondani. Apró piroska, hornyula, többek között hornyula kabinet főnöke is volt, és pár hónap után a megvált tőle, és utána nyilatkozta zárt körben, hogy hát, hát olyan volt, mintha főnöke lett volna. <laughs> Tehát a apró piroska, ezért nem maradt Jajjá. sokáig. Viszont végig olyan állásokban volt bankelnők, ö, ö, olyan pozíciókban volt végig, amiben tudta segíteni a mi Ferinket az ő boldogulására. Vagy jött Feri, és megputcsolta az egész MSZP-t. Fölvásárolta is. Történt, ami történt. No. Már csak egy kérdése van ezzel kapcsolatban, Kinga, erre te fogsz tudni válaszolni. Szerinted kit fog meghívni Klára asszony a házavatóra? Mm. Sorost mm. vagy Putyint? <laughs> Most És kap a kis <laughs> kutyát. Hirtelen David Pressmanra gondoltam, vagy... Vagy... Hirtan Hirtan ki... David gondoltam egyébként. Hirtelen David Pressmanra gondoltam egyébként. Jó, szuper. No, hát akkor maradjunk ennyiben, majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Viszont van még néhány percünk, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ti hogyan látjátok. Ennek a rádiónak a hallgatói rettenetesen szeretnék, hogyha ez a hitpénzbotrány és az ott zajló NAV, Kehi és egyéb vizsgálatok odáig elmennének, hogy valaki kerüljön már börtönbe csalás, sikkasztás, pénzmosás, a tudja milyen bűncselekmények gyanúja. Ezt hogy látjátok? lesz eredmény. Rengeteg bűnügyi riportot forgattam, és az a tapasztalatom, hogy a magyar rendőrség érti a dolgát. Most amikor van egy tanú kihallgatás, ugye ebben az ügyben sok tanút hallgatnak, meg minden tanúnak elmondják, hogy hát az igaz tanúskodni, milyen büntetés kap, hogy hamisan tanúskodik. És azok a vállalatvezetők, konkrétan az Ahidra gondolok, akik, akik nyilván nem saját jó jószántukból utalták ezt a pénzt, nyilván kaptak egy út, ide kell utalni, ők megtették. Azok mit fognak mondani? Ha hamisan tanúskodnak, az kettőtől öt évig terjed, de azt hiszem, de pár év az biztos letöltendő. Adott esetben súlyosan, mint az a bűncselekmény, amit, amit védenek. Tehát itt, itt, azért a babszemet azt azért jelezném, hogy mindéknek ott van a fenekébe. Olyan súlyos bűncselekmény az, amivel gyanúsítják őket, illetve ami lesz majd később a vádból, azt az nem, lehet, nem lehet a hallgatásba burkolni. Az, az, milyen már, hogy egy foglalkozásától eltiltott ügyvéd nem is létező, mert nem, nem létezhetett volna, letéti számlájára, utal egy cég, minek? Miért? Hát ez, Körülbelül hogy a, a kulcsár ügy, hogy hova kell utalni a pénzeket. Tehát is megkapta Igen. a Kányentá ügyben, megkapta hogy kinek kell utalni. Aztán az, az is megbukott, de fölvenni készpénzben közel egy milliárdot. Hát a, a, a Navnál rögtön, hop, kigyullad egy lámpa. Tehát, tehát csak úgy gondolhatták, hogy majd ez a kormány megbukik, és ők majd védelmet kapnak. Máskülönben ez a bűncselekmény biztos, hogy nem maradt volna titokban. Igen, Igen, Igen. Hát reméljük, hogy a vizsgálatokat nem véletlenül kezdték el, tehát hogy lesz, lesz hát, eredménye tudod, is. rosszak a tapasztalatok a magyar I bíróságokkal. I meg igen, 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 meg nem, nem tudjuk még, hogy hogy fogják azért a Karácsony -gergővel ezt összekötni, de pont az egyik blogger barátom írta ki a, a minap, amikor elkezdődtek ezek a, a szállaknak a felkutatása, hogy Hát ha ezt is megúszza a Karácsony én bezárok. Tehát, és ez teljesen igaz egyébként, hogy ez a mindent megúszós ö, ö, srác a főpolgármesterünk, reméljük már annyira. Soha semmiért így nem választott. Sem semmiről nem is tudom, így igen, van, igen, igen. de hát reméljük. Nincs ügy, miközben most terjed egy felvétel, ami felvételünk időpontjában, amiben áhid a sapkában ad nyilatkozatot. Az igen, őrült. meg, meg jól emlékszem, a Tütök adta is ott volt a karácsonyi partén, lefotózták, ugye az Áhidnak a karácsonyi partén és utána mit ad Isten, ők nyerték meg a, azt a, ezt a közbeszerzést. Hát euh, én is a, eléggé szkeptikus vagyok annak a tekintetben, hogy lesz-e jogi következmény ennek a történetnek. Abban meg euh, vannak kéteim hogy a euh, karácsonygergő ige eljut ez a, ez a dolog, mert ahogy te is mondtad, ugye olyan személyiség, hogy egyszerűen mindig ö, ő pont nem volt ott akkor. Történt valami ő, ő éppen akkor nem volt főpolgármester, és valahogy ő mindig ki tud bújni a, a felelősség alól. Hiába, hogy ott a főemberei ott mozogtak a, a, azon a környéken, de hát ez... Meg a fő emberei. Igen, meg a gyurcsány, főemberei. Szóval vannak kételjeim, hogy ebből bármi, hogy megütheti a miatt a bokáját a Én meg most én mondom neked, hadd nyugtassalak meg, meg talán a hallgatókat. Ez egy olyan szintű bűncselekmény sorozat, amelyet csak bűnszervezetben vagy bűnszövetségben lehet elkövetni. Rengeteg okiratomistás, sikkasztás, csalás, rengeteg. Tehát ennek, ez nagyon sok rendbeli bűncselekmény lesz ebből, és ezek a fickók, akiket majd meg fognak gyanúsítani, mert ez nem egy emberes bűncselekmény, nem fogják tudni azt a lelki teret elviselni, hogy azt mondja nekik mondjuk a nyomozó, mert így megy egy kihagatás, hogy hány éves a gyereke? Ö, kettő. Na, mire a, érettségizik, addigra maga pont kijön a börtönből. <laughs> Igen, vagy, vagy kedves anyuka, Hát a gyerekétől most búcsúzzon el, mert 2030 körül fog szabadulni, legközelebb, akkora van szansz. Tehát ezek olyan lelki terek sorba születnek majd a vádalkuk, a megegyezések, beismerések, meg fog Nagyon-nagyon, 99%-ban így látom. Uh -huh. És tudjátok még, mit... Mondok én nektek, hogy legyen így, ahogy te mondod, mert ez ugyanúgy lenne, mondom, ez mondom, lenne hogy a, is, a működik, és kedves nagyon fontos. De én már akkor is nagyon-nagyon elégedetlennék, ha a magyar nép, Budapest lakossága legalább az elkövetkező választáson megbüntetné politikailag ezt a bagást, és Jön. kiszavazná őket onnan ahová mi akkor is mondtuk 19, hogy nem kéne beszavazni őket, de akkor még nem hallgattak ránk. Most láthatja mindenki, hogy ezek mit művelnek, és, és... drága budapestiek, ne, 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 ne nem aranyos, nem jól mosolyog, nem, nem, fest meg így, nem, nem, Magas nem. és vékony. Torvajg az ember, az a helyzet. De hiába látják. Én pessimista vagyok, ugyanis a magyar választási törvényben van egy kis baki. A főpolgármesterre a külföldiek is szavazhatnak. Még Ausztriában csak a helyi képviselőre, Budapesten a főpolgármesterre. És bizony több tízezer külföldi van, aki szavazni fog, és a mérlek nyelvék. Nyelvét, nyelvét, fogják alkotni. Aha. Nagyon sok munka vár még a kormánypártokra. A Pico volt az, aki már tovább ő is Ő már tartott is kezdte, így étegnek, van. Tehát a Niedermüller igen. már, én emlékszem, az implakertbe vitte a Niedermüller a öt évvel ezelőtt a külföldieket. Én nem is értettem, hogy, hogy most ingyen adják a kaját. Nem viccelek. A külföldi kapott egy karszalagot, és fönt volt egy svéd asztalos buli. Ott és is is. Ott, ott, magyarázták el. Tehát ezek az akciók részükről most is meglesznek Na, Fidesz aktivisták figyelni, Ajta. ugye? Ezt tudjuk javasolni. Viszont időnk lejárt. Úgyhogy nagyon köszönöm nektek az izgalmas beszélgetést. Folytatnánk még, de hát ki fognak innen bennünket hajtani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm hallgatóimnak is a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz civilkör, addig is hallgassák a hírefemet a viszonthallásra.